Zöldforgó élménynapon vettek részt kedden a rozgonyis diákok. A program célja, hogy megoldásokat kínáljon a gyermekek számára olyan fajsúlyos problémákra, mint a klímaváltozás, az energiapazarlás vagy a túlfogyasztás. A kezdeményezést az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatja. Az elsősorban általános iskolásoknak szóló élménynapon egy hagyományos játszóház és a digitális világ bevonásával kívánják a gyermekek figyelmét felhívni a környezetvédelemre. A horgászós, válogatós feladatok mellett a technológia segítségével mutatták meg a környezetszennyezés árnyoldalait és a környezetvédelem lehetőségeit a diákoknak. Nagyon fontos, hogy a következő generációnak is ilyen szép legyen ez a világ, amiben most élünk, és nagyon fontos, hogy védjük a környezetünket, és ez a mai program is ugye erről szólt, és a kisebbeknek is nagyon jó volt szerintem az, hogy megtudhatták, hogy miért fontos is ez. A mindennapokban használható megoldási javaslatokkal, ötletekkel ismerkedhettek meg a tanulók. Megtudhatták, hogy miként járulhatnak hozzá napjaink egyik legnagyobb kihívásának leküzdéséhez. A programunk célja, hogy a gyerekekbe gondolatmagokat ültessünk el, és bízunk benne, hogy életük folyamán még eszükbe fognak jutni ezek a gondolatok, és elkezdenek ők is odafigyelni a környezetvédelemre, hiszen nagyon apró lépéseket is tudunk tenni annak érdekében, hogy nagy eredményeket hozzunk létre. Például, hogyha 7 milliárd ember mindig elzárna fogmosás közben a vizet, akkor iszonyat sok vizet tudnánk spórolni. Tehát, hogy igenis ezek az apró lépések is nagyon-nagyon fontosak, ezt szeretnénk a gyerekeknek is átadni. A szakértők szerint az általános iskolás korosztály a legfogékonyabb a témára. A gyermekek környezetvédelmi ismerete viszont még nagyon változó. A rozgonyis diákok egy sikeres pályázatnak köszönhetően vehettek részt a Zöldforgó élménynapon. A programsorozat az ország 150 helyszínére látogat el.